Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, a Megkérdezzük a polgármester című műsorunkat látják. Köszöntöm stúdiónkban Cserdini Németh Angéla polgármester asszony. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket én is. Szerdán a fővárosban egy nagyon nagy büszkeségnek lehettünk szemtanúi. Budapest díjas lett dr. Buzna Andrea, főigazgató főorvos, akit a nézők most már hétről hétre ismerhetnek, amióta kitört a Covid-járvány. Ez egyfelől szomorúság, hogy hétről hétre be kell jelentkezzen, másfelől viszont az a munka, amiért az elismerését kapta, az igen nagy büszkesége a kerületnek. Igen, Budapest főváros ünnepelte a születésnapját november 17-én, 148. születésnapját ünnepelte a főváros, és ilyenkor szokták átadni a fővárosban a díszpolgári címeket, illetve a Pro Urbe Budapest díjat is, és az idei felterjesztésünk dr. Buzna Andreára esett, és szerencsére a fővárosi közgyűlés méltónak és érdemesnek találta arra, hogy megkapja ezt a díjat. És valóban a szerdai napon vehette át ezt a díjat főigazgató, főorvos asszony. Kerületünkből 5 javasoltuk egyedül egyébként Pro Urbe Budapest díjra. Nagyon örülök, hogy megnyerte, elnyerte ezt a díjat. Én úgy gondolom, hogy méltó helyre került ez a díj. A főigazgató, főorvos asszony itt a Covid-járvány alatt nagyon sokat tett a kerületi egészségügyért. Most is nagyon sokat tesz a kerületi egészségügyért. Nem akarok semmit előrevetíteni, de jövő héten ugye a Rákosúti szakrendelőben, illetve a Zsókavár utcai rendelőben folyamatosan lesz oltás, illetve oltási lehetőség mindenféle oltóanyagokkal, de ezt majd főigazgató asszony gondolom elmondja a valóban említett minden héten jelentkező műsorban. Nagyon sokat tesz azért, hogy a kerületben működjön a szakrendelő, a járóbeteg szakrendelés, és nem csak most ebben a covidos időszakban tesz nagyon sokat, hanem azért az élet útjáról tudni kell, hogy gyakorlatilag ide született a kerületbe, most idézőben mondom, az ide született, tehát az édesanyja itt volt az önkormányzatban, vagy akkor még tanácsnál, és utána az önkormányzatban az egészségügyi osztályvezetője, orvosszülők gyermeke és világéletében ebben a környezetben élt, és én úgy gondolom, hogy méltó helyre került ez a díj. Sok szeretettel gratulálok innen is főigazgató asszonynak, de ott voltam az átadó ünnepségen, és ott is megtettem a gratulációt, és szerintem képviselőtestületi ülésen is fogjuk őt köszönteni. Azt mondta ő a díjazást követő interjúban, hogy ez a díj ez nem kifejezetten neki szól, hanem az egész egészségügyi intézménynek, és én azt gondolom, hogy ez a szerénység ez mindig is jellemezte őt, ezt itt is láthatjuk, de személyesen is részt vesz ebben az oltási programban, tehát valóban saját maga személyesen is nagyon sokat tesz ebben a járványkezelésben. Önök hogyan látják, hogy lehet majd, és egy kicsit már itt a gyakorlati dolgokra átkanyarodunk, ezt az oltási hetet kivitelezni a jövő héten, az önkormányzat miben és mennyiben tudja támogatni az egészségügyi intézmény munkáját abban, hogy ez gördülékenyen le tudjon futni? Ugye azt tudnunk kell, hogy az oltási hetet azt nem az önkormányzat hirdette meg, hanem országos meghirdetéssel történt, és azt is tudni kell, hogy még mindig nem az önkormányzat fennhatósága alatt van az egészségügyi intézményünk, nevezetesen a szakmai irányítás az ugye a Honvéd Kórháznál van. Tehát az önkormányzat, amit tud, az természetesen megtesz, és biztosítja a helyszínt, és biztosítja a szükséges szakszemélyzetet az oltáshoz, és valóban főigazgató asszony is személyesen is olt, és adja be az oltásokat az igénylőknek. Nagyon remélem, hogy zökkenőmentes lesz a jövő hét, amikor az oltási hét lesz. Meglátjuk, és én azt kérem mindenkitől, hogy vegye föl az első oltást, ne adj Isten, ha még nem tette, és megint csak azt kérem, hogy aki a másodikat, harmadikat is mindenképpen vegyék fel, mert azért azt látjuk, hogy nagyon sok a megbetegedés. Az is látszik, múlt héten beszéltünk ugye az ingyenes szűrésről a bevásárlóközpontban, nagyon sokan jelentkeztek, többen jelentkeztek egyébként az ingyenes szűrésre, tesztelésre, és a 10%-uk az sajnos pozitív lett a teszteknek, amit ott a bevásárlóközpontban elvégeztek. Tehát nagy szükség van arra, hogy beoltsák az emberek saját magukat, vagy beoltassák saját magukat az emberek, hiszen ha el is kapják a koronavírus, akkor ez azt jelenti, hogy egy picit könnyebb, vagy esetleg enyhébb a lefolyása ennek a történetnek. Én nagyon bízom abban, hogy egyébként előbb-utóbb vége lesz ennek a rémálomnak, mert nem tudok már mit mondani. Napokban hallottam a híradóban, hogy Franciaországban már az 5. hullámra, meg nem tudom, hogy hányadik hullámra készülnek. Én ezt nagyon elkeserítőnek tartom, de attól tartok, hogy úgy járunk majd, mint az influenzával, tehát hogy minden évben azért előkerül, és lehet, hogy az lesz a vége, hogy minden évben esetleg egy oltással lehet majd ezt kordában tartani, ezt a járványt. Meglátjuk, hogy alakul, de hát főigazgató asszonynak ez semmit nem von le abból a méltatásából, hogy ezt azért ő kapta ezt a díjat, attól függetlenül, hogy természetesen ő csapatban dolgozik, és az egészségügyi intézménynek is nagy köszönet azért, amit itt a koronavírus járvány kellős közepén tesz. Tudom, majd jön a komment egyébként, hogy de nem veszik fel a telefont, meg nem úgy vannak a várólisták, meg sokat kell várni, meg nincs időpont.
sem főigazgatóasszony, és én is elmondtam már többször is, hogy sem én nem tudunk orvosokat rajzolni az egészségügyi intézményben, mint ahogy Magyarországon nagyon sok egészségügyi intézményben nincsen orvos, vagy nincsen megfelelő számú orvos, így a mi kerületünkben sincs sajnos annyi orvos, amennyire szükség lenne, és erre még ugye tetőzésként jött a koronavírus járvány, tehát én türelmet kérek mindenkitől. Nyilván aki beteg, annak nagyon nehéz ezt a türelmet kivárni vagy kibírni, mindent megtesznek, higgyék el, hogy mindent megtesznek az orvosaink, asszisztenseink azért, hogy a betegek minél hamarabb orvoshoz juthassanak. Mi is gratulálunk főigazgatóasszonynak, és a jövő heti oltási programmal kapcsolatban az X-Fé médiának a Facebook oldalán, illetve polgármesterasszony Facebook oldalán is majd bővebb információt talált a lakosság. Érdemes ezt megnézni, meghallgatni, és ennek tudatában menni az adott oltópontokra. És egy kicsit talán mondhatjuk azt, hogy vidámabb témára kanyarodnánk. Múlt héten elkezdődött az Annó művészeti hét, és hát nagy örömünkre szolgál az, hogy végre nem a négy fal között kell, az otthoni négy fal között megtekinteni a programokat, mint tavaly, hanem személyes jelenléttel zajlanak a programok. Hogy tetszett polgármester asszonynak az eddigi felhozata, milyen tapasztalatai vannak az idei művészeti hétről? Pénteken volt ugye megnyitója a Csokonai Művelődési Központban az Annó hétnek, vagy hát másfél hétnek, mert úgyis 10 naposra tervezték idén is az Annót. Úgy gondolom, hogy nagyon színvonalas műsorokat állítottak össze, és azért itt is beleszólt a koronavírus járvány, hiszen a szerdai Pilinszky előadás sajnos elmaradt a Pestűhely Közösségi Házban, és nagyon remélem, hogy csak ez marad el, vagy ez az előadás maradt el az Annó héten. Én köszönöm a Csokonai Művelődési Központ dolgozóinak a szervezést, és attól függetlenül ezt megszervezték, hogy ugye ők is átszervezés alatt állnak, és erről is beszéltünk már, hogy január 1-től ugye az X-Fé Média és a Csokonai összeolvad, és akkor a Csokonai Kommunikációs Kft. Lesz majd, ez a rövid neve, ez lesz majd január 1-től a művelődésünket is ellátó intézmény, illetve nem is intézmény, hanem gazdasági társaság. De ettől függetlenül én az Annó hétről eddig csak pozitívat tudok mondani. Ugye volt festőművész kiállítás, volt egyébként újpalotai kvíz, volt egy méhésszel történt beszélgetés, illetve előadás. Én azt hallottam, ott nem voltam jelen, de azt hallottam, hogy nagy volt az érdeklődés, és nagyon tetszett az előadás a résztvevőknek, és hát a nyitókoncert is azért érdeklődésre tartott számot. Nagyon remélem, hogy még az elkövetkezendő rendezvények megtartásra tudnak kerülni, és az is megfelelő színvonalon kerül majd megtartásra, és elég néző szám lesz. Most ez eléget, ezt úgy értem, hogy bátrabban mennek talán esetleg a nézők a nem online, hanem az offline előadásokra. Azért a hétvége is tartogat számunkra meglepetéseket Annó ügyben. És hát ha megnézzük a múlt hétvégét, ez a bátorság, ez a Gyulai Livius emlékkiállításon gyönyörűen jelentkezett, mert hemzsögett a Pestújhelyi Közösségi Ház a látogatóktól, és hát mondhatjuk azt, hogy újdonságot láthattak azok is, akik az ő életpályáját végigkövették, elég vegyes érzésekkel jöttek oda a látogatók, hiszen őt nemrég vesztettük el a járvány során. Ön hogyan látja, hogy mennyire sikerült méltó emléket állítani az ő munkásságának? Úgy gondolom, hogy azzal, hogy két helyszínen is láthatóak Gyulai Livius grafikái, tehát a Pestújhelyi Közösségi Házban ugye a nagy kiállítás, és gyakorlatilag tele van vele szerencsére a Pestújhelyi Közösségi Ház összes kiállítóterme az ő műveivel, és látható a másik kiállítás, vagy részkiállítás, ugye a Csokonai Művelődési Központban az Ötvös utcában. Én szerintem Gyulai Liviusra méltó megemlékezés történt akár a vasárnapi napon a kiállítás megnyitóval. Én minden tiszteletem az özvegyéjé, aki ezt egyébként emelt fővel és egyenes gerincsel végig tudta csinálni. Tehát azért az, hogy tavasszal elveszítette a férjét, elveszítette a párját, és így tudta ezt a kiállítást ő most végigélni, megélni, és tényleg nagyon sokan voltak a kiállításon, és itt említeném meg Kisnébrecek Margitnak a megnyitóját, aki szerintem nagyon jól összeszedte, hogy Gyulai Liviusról mit kell tudni, és milyen kötődése volt a kerülethez, és ugye hát Margitkának a személyes kötődése is a művészhez. Szóval én úgy gondolom, hogy méltóképpen hát emlékeztünk, ünnepeltük Gyulai Liviust, már az ünneplést azt jó értelemben mondom, és nagyon sokat tanulhattak azok, akik végignézték az ő grafikáit a folyosón is, a kiállító termekben is, és egyébként a mindenféle lehetőséget megragadtak arra a Pestújhelyi Közösségi Ház munkatársai, hogy méltóképpen emlékezhessünk rá.
Ez az a pont, amikor nézőinknek fontos hangsúlyozni, hogy a kiállítások még hosszú időn keresztül megtekintetőek, tehát a Csokonai honlapján tudnak tájékozódni arról, hogy a kiállítások milyen időintervallumban és milyen napszakokban tekinthetőek meg, de ha valaki nem tud élőben elmenni, vagy lemaradt valamelyik programról, akkor Alkotókész című műsorunkban, illetve a Mozaikban is készülünk hosszabb összeállításokkal. Én polgármester asszonynak nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten a megszokott időben ismét várjuk Önöket. Viszontlátásra!